Több kéménytűzhözés riasztották az elmúlt időszakban a katasztrófa védőket Tolna megyében. A fűtési szezonban minden évben megszaporodnak az ilyen jellegű balesetek, pedig rendszeres karbantartással és odafigyeléssel könnyen megelőzhető lenne a baj, mondja Boros Brigitta, a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. A kéménytűzek általában arra vezethetők vissza, hogy nem megfelelő a karbantartottságuk, illetve hogy nem megfelelő tüzelőanyaggal fűtenek, és ezért lerakódások keletkeznek a füstelvezetőkben. Nagyon fontos, hogy mindig a berendezéshez megfelelő tüzelőanyagot használjuk, és hogyha a háztartásban hulladék keletkezik, amit lehet, azt inkább gyűjtsük szelektíven, ne tegyük bele a kazánba. Amennyiben a kémény járata leszűkül a behullott égla, vakolat vagy beköltöző madarak miatt, akkor az égéstermék visszaáramlik a lakásba, ezért elengedhetetlen a rendszeres ellenőrzés, amit gázkéményeknél évente egyszer, fatüzelésűeknél pedig évente kétszer kell megtenni. Téli időszakban átlagosan 15-20 kémény tűzhöz vonulnak a tűzoltók Tolna megyében.